Köszöntelek benneteket, én Révész János vagyok, Székely Hun magyar, és egy megvilágosodott és valódi proféta, és én találkoztam annak a belsejében levő aranyszínű fénymaggombóc nagyméretű lélekmaggal. És sajnos a túlnyomó többségben mind sötét, primitív hülye bunkók vagytok, bazd meg, mint ti, ilyen hülye bunkó nézők, hogy annyira hülye vagy, hogy még azt se tudod, bazd meg, te hülye bunkó, hogy a fejedből nézel ki, és ott kapaszkodsz benne kis csápokkal, bazd meg, és egy ilyen kis hajszától négyszer kisebb gömb van a fejedbe, az a lelked, te ökörállat. Még ahhoz is hülye vagy, bazd meg, hogy rájöjjél arra, hogy a fejedből nézel ki, te tahó. Igaz? Te köcsök. És amikor megdöglesz, bazd meg, akkor hőkamerával filmre van véve, vagy elszállsz a fejed, saját fejedbe vagy benne, te ökör. Nem a valagadból nézel ki, ha csak le nem nyeled a műszemedet, te eszetlen hülye. Igen, tehát ott tartottunk, hogy a föld teljes lakossága korom sötétben van. Hozzám szállt a napmagja rengeteg alkalommal teljes test közelbe, és azt mondja, hogy Jari, segítsél, hogy legalább a létem nyilvánosságra kerüljön, de látom rajta, hogy már mindenkit utál, és undorodik az ilyen teremtményektől, akik ennyire birkák, mint mi. Azért, mert ilyen hülye csürhebunkó répek vannak, nézők, mint te vagy, bazd meg, de hülye bunkó, mint aki most te engem nézel. Így van? Tettél valamit, bazd meg, azért, hogy kiderüljön az egész? Leszartad, röhögsz, meg hülye vagy. Köszönöm. Gondolkodjatok az égi atya fejével, hogy hogy esne nektek, hogyha lent itt a teremtményeitek leszarnánk a pofádat. Te hülye birka, ugye? Hogy esne neked, ha te lennél a teremtő, te állat? A kurva anyádat. Mert nem mered kinyitni a pofádat, bazd meg, hogy minden égi testben van egy nagyméretű fénymaglélek, te hülye birka. Te vagy a komoly ember, kap be a faszom. Ne is találkozzál velem, a pofádat szétvágom, te geci. Úgyhogy ezért nem megyek be közétek, mert ilyen bunkó állatok vagytok, bazd meg. Meg izé, nem csak a turulmadár, meg az égigérő fa, meg a fehér lófitybe, meg a hülye dumátok, ugye? Istennek a teremtményeivel szórakoztok, meg az atyát gúnyoljátok, bazd meg. Aranyalmának, ti hülye köcsögök. Na, le is megyek, mert csak idegesítem magam ilyen birka népekkel, mint ti vagytok. Viszont hallásra és viszont látásra. És én egy Székely Hun magyar vagyok, és én találkoztam az atyával több alkalommal, megtisztelt, mert tudja, hogy én nem gondolom az meg turulmadárnak, meg aranyalmának, meg ilyen baromságoknak, mint amit műveltek. Hülye getik.